képek korban készültek, cianotípia, vagy képnyomat a technikának a neve. Bort választottam itt városként, mert ott az egyik legnagyobb részbánya van Európában, és az emberek abból élnek. Fény volt a fő téma, és úgy gondoltam, hogy a bányászoknak a fény nagyon sokat jelent, mert egész életüket sötétben tölti. Ez volt a koncepció. Képnyomat azért, mert ugyanúgy a képek előhívásához napfény szükséges, vagy éppen UV sugarak hozzák ki a képnek a vonalait, végül is az egész struktúráját. Az idei VMTDK-ra, a fény témára tájképekkel készültem. Ezek akromatikus tájképek, tehát fekete-fehér képek, és a Valőr képzőművészeti elemmel játszottam, aminek segítségével különböző hangulatokat fejezhetünk ki. Egyszerű példa rá, hogyha egy képen sötét tónusokat lát az ember, akkor automatikusan borongós, szomorúbb hangulatot vált ki. De amint több a fény, a világosságot, pedig vidámságot sugároz az a kép. Illusztrációszerűségeket hoztam a VMTDK-ra. Grafikus hallgató vagyok, és ezt próbáltam kicsit így visszaadni a munkáimban is, ami teljesen ilyen elvontan és absztraktan próbálja értelmezni a fény fogalmát. Szóval teljesen nem akartam foglalkozni magával a fényen, hanem újra akartam értelmezni. Megrágtam, megforgattam és visszaökröltem, és kb. Ez lett belőle, és mindenki találja meg magának a fényt.